képei zenekarokat emeltek a világhír felé. A YouTube és a Depeche Mode klipjeit rendezte, királyt csinált belőlük. Életét áldozta a hívőkért a győri püspök. Nem volt szabad beszélni róla, mégis mindenki emlékezett rá. Jó estét kívánok, Gosztonyi Zsolt vagyok. A 90-es évek elején bekötötték házunkba a kábel tévét, és végre elérhetővé vált a nemzetközi zene TV adása. Éjjel-nappal a klippeket néztem, és már akkor lenyűgözött néhány fekete-fehér zenis rövidfilm, amelyek a legnagyobb sztárok, köztük a Depeche Mode vagy a YouTube dalaihoz készültek. Meg is néztem, hogy ki rendezte a klippeket, és kiderült, mindegyiket Anton Corbijn alkotta. Ő az a művész, akinél sorban állnak a szupersztárok, hogy fényképezze le őket, vagy készítsen nekik videoklipeket. Ő az, aki lelket adott a Depeche Mode zenéjéhez, vagy kialakította a YouTube arculatát. Corbijn idén kétszer is járt Magyarországon, de nem először. Budapest a 80-as években, feketén-fehéren. Éjjel sötét a város, csak néhol villóznak neonfények. Ide jött rokonlátogatásra feleségével a Depeche Mode arculattervezője, Anton Corbijn. Budapesten akkoriban csak neonreklámok voltak, ezeket pedig szerettem. De ezen kívül a különleges színű házakra és a sötét épületekre emlékszem. Anton elment feleségével a népszerű underground zenekar, a Control csoport koncertjeire, és fényképezte a rendszer ellenes dalokat játszó együttest. De ez már a 90-es évek, és egészen más stílus. Enjoy the Silence, a legismertebb Depeche Mode klip, amelyben az együttes énekese Dave Gahan magányos királyként vándorol a tengerparttól a hegyek csúcsáig. A klipet is Anton Corbijn rendezte. Corbijn az, akinek a fényképeihez már csaknem minden híresség modellt állt, sőt, ők sorakoznak azért, hogy a fotóművész velük dolgozzon. A Metallica dobosa, Lars Ulrich egy telefonfülkéből hívta fel Corbijnt, fényképezze le őket. That's great. Maguk azok a hangos, ilyen loboncos fickók Amerikából? Ja, mi vagyunk. Igen, mi vagyunk a Metallica. Én ilyen ezekkel a kócos, nem. Amiben azt mondta Lars Ulrich, hogy ők abszolút benne vannak a hajvágásban, meg mindenben. Anton Corbijn ebben a holland községben, a Rajnamenti Striemben született 1955-ben. Édesapja református lelkész volt a szigeten lévő településen, és a kis Corbijn is rendszeresen ott volt a vasárnapi istentiszteleteken. 11 éves koráig a szigeten éltek szüleivel, majd egy nagyvárosba költöztek. Anton 17 éves korában készítette első fényképeit egy helyi rockbandáról, amelynek Solution, azaz Megoldás volt a neve. A fényképezés is megoldást jelentett Corbijn életében is. Félénk gyerek voltam. Egyszer egyedül mentem a koncertre, de hogy leküzdjem a félelmemet, magammal vittem apám fényképezőgépét. Drága, tekintélyt kölcsönző szerkezet volt, így azt hitték, hogy egy komoly fotós vagyok. Közvetlenül a színpad elé állhattam. Így kezdődött. Corbijn aztán ebből a nyári munkájának keresetéből vette meg első komoly fényképezőgépét. Lemezborítószerű puritán portréi már akkor kitűntek a többi fotós munkái közül, és egyre inkább ő is azt érezte, hogy el kell mennie a szigetről. A pici sziget és a vallás határozta meg gyerekkoromat. Apám révén az egész család vallásos légkörben élt, engem is a hit elfogadására neveltek. Most meg egészen más környezetben élek. 8 éve visszamentem a szigetre. Azt gondoltam, hogy ott a szülőfalumban megtalálom a választ arra, miért vonzódom annyira a világhoz, amelyet lefényképezek. Persze, ahogy visszamentem, rájöttem, hogy a szülőhelyem már idegen. Minden, ami nekem fontos, az a szigeten kívül van. A 70-es években Londonba költözött, zenészeket fotózott, David Bowie-ról készült portréja volt ebből az időszakból a leghíresebb. A fotón az akkor már Nagy-Britannia egyik legnagyobb sztárjának kikiáltott énekes, egy szál ágyékkötőben, smink és minden díszlet nélkül állt egy fekete-fehér képen. Ezen is látszott már Corbijn mindenkitől elütő, erőteljes, puritán stílusa, amely éles kontrasztban állt a popkultúra színes világával.
Corbeny világhírét azonban a Depeche Mode-dal való találkozás alapozta meg a 80-as évek közepén. Anton akkor a New Musical Express nevű brit zenei hetilap vezető fotósa volt. Az első kép, amelyet rólunk készített, na az egy klasszikus Anton kép. Számíthattam volna rá, de váratlanul ért, hogy felhívtak, és azt mondták, a címlapon vagytok. Kevés volt a zenei újság, így ez egy nagy dolognak számított. Rögtön szaladtam az újságos bódéhoz, megvettem a lapot. A képen én álltam mindenki előtt, de teljesen elmosódottan, és a banda többi tagja ott volt élesen a háttérben. A Depeche Mode a 80-as évek végére emelkedett ki a szinti pop zenészek közül. Nevükkel ellentétben nem sietős divatot hoztak létre, hanem a megszokottól eltérően egy sötét, drámai hangzást kevertek ki maguknak, és ez maradandónak bizonyult. A Depeche Mode tagjai Anton fotójának megjelenése után teljesen összenőttek Corbeny-nel. A művész tucatnyi videóklipet, lemezborítót és fotósorozatot készített az együttestől. Ami nekem, vagy talán a rajongóknak emlék, az mindenképpen a 87-es, 88-as periódus, amikor kiadta Anton az első félórás Depeche Mode filmjét tulajdonképpen, ami 6-7 darab fekete-fehér videóklipből állt, a korszak kislemezes videóklipjéről. És én azt gondolom, hogy ez az, ami beleégett a rajongókba, ez a fekete-fehér képi világ. A Magyar Depeche Mode rajongói klub a legnagyobb hazai egyesület. A klubot még az együttes is számon tartja. 1997-ben történt az, hogy küldtek nekünk egy személyre szóló videóüzenetet, amiben Dave Gahan egyébként magyarul köszönte meg a rajongó kitartását. És igazából onnan datálható az, hogy komolyan vettek bennünket. A Depeche Mode népszerűsége máig töretlen Magyarországon. Idén már voltak egyszer Budapesten, de januárban újra itt lépnek föl. Nagyon ritka, hogy valahol néhány hónapon belül újra teltházat tudnak vonzani. Lemezeik megjelenése mindig ünnep a magyar rajongóknak. A Depeche Mode még azért mindig tudja tartani a platina, dupla platina szintet. Tehát a rajongói bázis még mindig olyan erős, hogy ők ragaszkodnak ahhoz, hogy az eredeti fizikai példányt vegyék meg, és az ott legyen a polcukon. Okay, it's too good. Depeche Mode. Corbeny-nek szoros kapcsolata van a Depeche Mode tagjaival. Több klipjükben ő maga is feltűnik. A Depeche Mode lelkét, lényegét mutattam meg, azt, amit az emberek látnak belőlük. Ha megnézzük azokat a képeket, amelyek a találkozásunk előtt készültek, azokon tipikus szintipop fiúcsapatot látunk. Úgy néznek ki, mint négy srác, akiknek nincs igazán kötődésük semmihez. Vizuális súlyt adtam a személyiségüknek. Ma már mondhatjuk, hogy a Depeche Mode vizuális direktora tulajdonképpen Anton Corbeny, és mivel élvezik egymás bizalmát, ezért nem feszeng az együttes mondjuk egy fotószession alkalmával, vagy amikor az Anton előjön azzal az ötletével, hogy mondjuk egy hatalmas gömböt kell a színpadra tenni. Nyilván összenéznek, mert nem tudják, hogy mit keres ott egy gömb, de bíznak benne annyira, hogy megvalósítsa a tervét, és utána lám működik, és valóban egy innovatív valami sül ki a dologból. Amikor nyáron a Depeche Mode Budapesten koncertezett, Antonnal együtt megnézték a művész kiállítását, ahol külön teremben lehetett látni a csapatról készített portrékat. Anton nagyon fontos a Depeche Mode karrierjében, szinte minden az együttessel kapcsolatos dolgot ő csinál. Fotók, videoklippek, színpadkép. Nagyon tehetséges fickó, örülünk, hogy most már mozifilmekben is kipróbálja magát. Az tagadhatatlan, hogy a Depeche Mode sikeréhez nagyban hozzájárult Corbeny a munkáival. A szintetizátoros csapatból több millió rajongóval rendelkező zenei szupersztárok lettek. Természetesen nem csak a Depeche Mode-dal dolgozik Corbeny. Magyarországi kiállítására is több száz képet hozott magával. Nehéz is volt kiválasztania, hogy melyik kép hova kerüljön. Anton kamerája előtt állt már szinte minden híres zenész, színész vagy politikus. Na ő az, aki a David Bowie Davidnek hívja, és ő az, aki a Kurt Cobainnak azt mondta, hogy Kurt, na menjél vissza, ezt újra veszük, mert nagyon tré volt. Olyan szituációkban tudja elkapni
a művészeket, akiket fotóz, ami egy teljesen különleges vizualitást enged szerintem a látogatók meg, az emberek elé, ami nem jellemző, tehát nagyon kevés fotós tudja ezt produkálni. Ő mindig képes volt olyan videoklipeket is, filmben is olyan videoklipeket gyártani, meg bármely kockájára emlékezel, az ikonikusan beég az agyadba. A Corbijn által rendezett klipek is mind-mind emlékezetesek maradtak azoknak, akik a Music Television klipjein nőttek fel a 90-es években. Ő csinálta egyebek mellett a Nirvana, a U2 legismertebb klipjeit, vagy mostanában a Killers és a Coldplay zenés rövid filmjeit is. Első találkozásom Antonnal fura élmény volt, mert ő vett nekünk néhány italt. Az volt a szokás, hogyha sajtósokkal találkoztunk, elvárták, hogy hívjuk meg őket valamire. De Anton más volt, ő ajánlotta fel, hogy vesz nekünk italokat. Persze ez még karrierünk elején volt, 20-21 évesek lehettünk. Éppen teljesen le voltunk égve. Corbijn elismert emberek százait fotózta már le, de azt ő is elismeri, hogy nem mindenkivel volt könnyű dolga. Pavarotti egyáltalán nem volt barátságos, de épp emiatt lett jó a fénykép. Azt akartam, hogy ne úgy nézzen ki, mint a többi akkoriban róla készült fotón. Ne viseljen hawaii mintás inget, és ne legyen a fején a szokásos kalapja, és ne mosolyogjon. A sötét, dühös arcát akartam erőhozni belőle, és ez sikerült. Aztán Pavarottinak is tetszett. Van még néhány ember, Barack Obama is, akit Anton szívesen lefényképezne. Azt pedig csak sejti, hogy mi lehet az oka annak, hogy képeit többen szeretik Európában, mint a tengeren túlon. Általában az amerikai fotóművészek túl sok mindent el akarnak magyarázni képeikkel. Ez az amerikai psziché miatt is lehet. Az amerikaiak tudni akarják, hogy mit látnak egy-egy képen. Én szeretek a fotóimban minél többet a képzeletre hagyni. Azzal pedig nem nagyon törődik, hogy mekkora hatással van a popkultúrára, pedig ő volt az, aki több zenekarnak megadta azt az arculatát, amelyet ma ismerünk, és ami szerint a rajongók követik őket, akár generációkon át. Kezdjük szeretni ezeket a dolgokat, hogy valaki olyan igazi. Szerintem Corbijn az egyik igazi, és a témaválasztásai és az általa csinált sztárok miatt. A sztárok ráhatnak, ő a sztárokra, emiatt... Ő az igazi utolsó mamuta a jégkorszakból. De nem hiszem, hogy lesz több. Corbijn pedig azért lépést tart az idővel. Azt mondja, egyelőre nem készít több videoklipet, most inkább a filmezés foglalkoztatja. Corbijn első mozifilmjét Control címmel készítette el. Ebben az alkotásban megmaradt a fekete-fehér klasszikus fotóvilág, visszanyúlt a múlt eszközéhez, olyan, mintha minden filmkocka Corbijn első fényképezőképével lenne elkészítve, de a mondani való már modernebb. A Control a Joy Divisionnek, a 70-es évek legnépszerűbb brit post-punk együttesének történetét dolgozza fel. Anton jelzáloggal terhelte meg londoni házát, hogy be tudja fejezni a filmet. A Control végül több elismerést, köztük a Cannes Filmfesztivál 3 díját is elnyerte.